Igen. Ez itt az Éskvartett 85. beszélgetése. Szokás szerint Deszki Sarolta, Szollár Dávid, Visi Beatrix, én pedig Károlyi Csaba vagyok, és csak olyan sorrendben tudom mondani, hogy az írók boltjában ülnénk balról jobbra, de hát nem ott ülünk, reméljük, hogy egyszer majd még fogunk ott ülni. A mai témánk Mécs Anna kapcsolati hiba című kötete. Nem a kapcsolatban van a hiba, ilyen a borító, szerintem nagyon klassz a borítója, direkt. Erről fogunk ma beszélgetni. Egy hónap múlva pedig, pontosabban két hónap múlva, az igazság szerint, mert január végén lesz a következő kvartett, Selyem Zsuzsa az első világvége, amit együtt töltöttünk című novellás kötetéről lesz majd szó. Január végén tehát. Mindenki megnevezett egy 10 pontos könyvet, ahogy szoktuk. Deszki Sarolta Krasznahorkai Lászlónak az Ellenállás melankóliája című regényére adna most 10 pontot Szollár Dávid, Szvoren Edina Pertu című novellás kötetére, Visi Beatrix Borbé Szilárdnak a Testhez című verses kötetére, én pedig most Lengyel Péter Macskakő című regényére adnék 10 pontot, ehhez is viszonyíthatóak talán azok a pontok, amiket most adunk. Mindjárt mondom a pontjainkat, csak annyit még, hogy Mécs Annáról egy bővített mondat. 88-ban született, matek és magyar szakos volt az egyetemen, ez érdekes. Az első kötete 2017-ben jelent meg, és itt mutatom, és egyből megkapta a következő évben, tehát ez a Gyerekzár című első novellás kötete, megkapta 2018-ban a Margó díjat, ami ugye a legjobb első kötetes szerzőnek járó díj. Annyit még, hogy ő 2015-ben indult, mint novellista az Ésben, a Függvények című szövegével. Ez a második kötete pedig a könyves blogon egy tárca sorozatból nőtt ki, tehát ott írt tárcákat rendszeresen, és ez az alapja a mostani könyvének. Talán még annyit, hogy kreatív szövegíróként dolgozik, civilként. Ennyit róla mindössze, és akkor mondom a pontokat. Tehát 1-től 10-ig mindenki adott egy pontszámot erre a könyvre, Deszki Sarolta 8 pontot adott, Visi Beatrix 7 pontot adott, Szollár Dávid is 7 pontot adott, és én pedig 7 pontot adtam. Ez összesen 29 pont, a maximális 40-ből, nem kevés. Ha közönség lenne, akkor lenne közönségpontok átlaga, de nincs sajnos közönség. A mi pontjaink átlaga 7,25 század. Lényeg az, hogy Deszki Sarolta egy ponttal többet adott, mint egy hónappal ezelőtt Tompa Andreának a Haza című regényére, Szollár Dávid 2 ponttal kevesebbet, Visi Beatrix 3 ponttal kevesebbet, én pedig ugyanannyit adtam, 7 pontot, a múltkor is, meg most is. Persze ez egy játék, természetesen az én 7 pontom sem ugyanannyit ér Tompa Andrea Haza című regényére, mint most Mécs Anna kapcsolati hiba című novellás kötetére, de hát ezt már megindokoljuk, hogy hogyan van. Úgy első körben az a szokás, hogy mindenki indokolja a pontszámát, és úgy szoktuk, hogy aki a legtöbb pontot adja, ő kezdi, tehát akkor Deszki Saroltát kérem, hogy indokolja a 8 pontját. Szeretettel üdvözlöm a nézőket, és hát egyetértek vele, Csaba, hogy ez a 8 pont a Mécs Anna esetében nem ugyanaz, mint a 7 pont a Tompa Andrea esetében, tehát máshol van a mérce a két szerző esetében. Én Mécs Annának azért is adtam hirtelen felindulásból 8 pontot az első olvasat után, mert nagyon tetszett ezeknek a szövegeknek a lendülete, a frissessége, az aktualitása, az, hogy egy teljesen újszerű életszituációk jelennek meg ezekben a szövegekben, és itt arra is gondolhatunk, hogy amit Dávid szokott sokszor előhozni, hogy ezek a szövegek bárhol, bármilyen nyelven megállnák a helyüket, tehát nem specifikusan a magyar kultúra kontextusában értelmezhetők, hanem ezek ilyen globális problémákat, globális élethelyzeteket tárgyalnak. Ez is nagyon tetszett benne, az, hogy az ember és a technológia
viszonya jelenik meg bennük, és igazából csodálkoztam, amikor olvastam a szerzővel készített interjúkat, hogy ezek a szövegek nem a karanténban íródtak, hiszen az Anna is mondta, hogy egyszer csak utolérte őt a valóság. Ezek a szövegek azelőtt íródtak, mielőtt az egész ország, vagy legalább az országnak a fele így online térbe helyeződött volna át, és ő már mintegy megelőlegezte ezeket az élethelyzeteket, ezeket a életszituációkat. Tetszett továbbá az, hogy feszes a szerkezetük ezeknek a novelláknak. Többnyire jók a csattanók a végén, és gondoljunk bele, hogy lehet, hogy csak esetleges vagy, én gondolom túl ezt a dolgot, de az utóbbi időkben egyre több olyan pályakezdő csaj jelentkezik, akiknek a kezdő novellás kötetében egy hasonlóan friss, dinamikus hang jelenik meg. Gondolok itt a Borcsai Molára, Cakó Zsófiára, a Haraganitára, vagy a Nemes Anna előlet című regényére. Tehát, mintha lenne egy ilyen tendencia, lenne egy ilyen trend, amiben a Mécs Anna novellás kötete is besorolható lehet. És most azt amellett érvelnék, hogy miért vontam le mégis pontokat. A második olvasata lehet, hogy már én is besoroltam volna a 7 pontos különítménybe, de mondom, használta a kötetnek az, hogy első olvasata olyan lendületes volt. Néhol egy kicsit olyan kimódoltnak, művinek tűntek bizonyos megoldások. Például azt nem tudtam neki elhinni az első novellában, hogy egy 35 éves nőt ennyire megviselne a szülei válása, amikor már saját külön élete van, és hogy így zsigerileg képtelen ezzel a helyzettel bármit is kezdeni. Tehát voltak ilyen nehezen hihető szituációk. Néhol pedig egy kicsit szájbarágósnak tűnt, didaktikusnak, vagy példázatszerűnek. Például van az a novella, amelyben a... Váltsuk le a nagypapát. Igen. Tehát ez egyben Magyarországról szól ez a történet. Mi vagyunk az a nagy család, amelyikben ilyen választási mutyik történnek, és az a rendes megoldás, hogy a fiatalok akkor elhagyják az országot, hogy na, én nektek nem fogok többet adózni. Szóval ezeket egy kicsit olyan szájbarágósnak, kimódortnak találtam, de amúgy mondom, általában szerettem. Oké. Köszönöm. Nem tudom, ki folytatja, Bea. 7 pontosok jövünk, most 3-an vagyunk. Dávid, nem szeretnéd? Mond. Jó. Egyébként, Saci, hogy megnyugtassalak, én is a 7 és 8 között vívottam, mert egy kicsit elfogult vagyok talán az Annával. Nagyon jó novellistának tartom olyan szempontból, hogy amit a novelláról tudni lehet, vagy ami egy jó novellistát tesz, szerintem azok az adottságai tulajdonképpen megvannak. És pozitív volt számomra az, hogy nem azt folytatta, amit az első kötetben elkezdett, tehát hogy ez nem kényszer, vagy nem követelmény, hogy változtasson a szerző, de mind hangvételében, mind témájában, mind nézőpontjában ez egy tovább lépés ez a kötet. És hát nekem is nagyon tetszett ez, hogy a digitális technológia az emberekre, az emberi kapcsolatokra milyen hatást gyakorol, nagyon aktuális és társadalmilag felszínen lévő kérdéseket vizsgál Anna, vagy ábrázol Anna, és számomra ez a sci-fi jellegű, vagy ilyen kicsit ilyen futurológiai témák, ugye, mintha ezek egy ilyen közeljövőbeli jóslatok lennének néha, ezek így az abszurdnak, meg a grotesznek a jegyeit is megmozgatták, és számomra ebben az volt a szimpatikus, hogy kapcsolódik a magyar prózának ehhez az abszurd, groteszk vonulatához. És egyébként ezt az abszurditást, ezt már az első kötetében is meg lehet figyelni, de ott sokkal inkább a testhez, vagy ilyen véres, drasztikusabb eseményekhez, itt pedig ilyen helyzetkomikum, vagy ad abszurdumig vitt helyzetekben jelenik meg. Több apró hiba miatt adtam, vagy jutottam végül 7 pontra, vagy több dolog volt, ami zavart. Nekem őszintén szólva a Gyerekszár azért tetszett jobban, mint kötet, mert ott lehetett érezni, még akkor is, hogyha
ha ez olyan nagyon evidens, hogy Mécs Anna a szerző egy fiatal nő, tehát ott egy érintettebb, egy érzékenyebb kötet, tehát ott lehetett érezni, hogy a novelláknak van valami szerzői tétje, van valami komoly vállalás, a felnőtté válásnak, a gyerek-felnőtt helyzetek, a határhelyzeteinek a megmutatása. És a kapcsolati hiba az egy távolibb kötet, nem érezni ezt a tétet, ezt az érintettséget, és pont ezért én is hasonlót éreztem, mint Saci, hogy néha ilyen túl fifikásak ezek a történetek, tehát, és a jó ötletek megvalósítása az nem mindig sikerül, nem mindig tudja jól végigvezetni. És minthogyha a koncepció, a kötetnek a koncepciója elvitte volna, erősebb lenne, mint amennyit a történeteknek a valódi súlya vagy hozadéka. Nekem akkor tetszettek általában a novellák, hogyha kibomlik valami igazán emberi vagy drámai, tehát amikor megint az ember kerül helyzetbe ezek által a online vagy digitális technológia helyzetei miatt, és hát tehát emiatt, illetve ami ehhez szorosan kapcsolódik, éreztem a kötetben egy erős egyenetlenséget. Tehát voltak egészen hát olyan egydimenziójú novellák, például a Lorenzo ilyen volt. És akkor viszont a Sacival egy kicsit vitatkoznék, nekem a zárlatok nem tetszettek, vagy sokszor volt kifogásom a zárlatok ellen. Azt éreztem, hogy minthogyha a szerző nagyon előzékeny szeretne lenni, és nem akarná túlvinni, vagy túlfeszíteni a helyzeteket, és időnként annyira lecsapta, vagy gyorsan lezárta a novellákat, vagy valamilyen gigantikus fordulattal, ami hát jó a csattanó a novellába, de nem mindig sikerült neki. Mondok egy példát, például a falafelgolyós történet, amikor ott a nő elkezdi dobálni a fickót ezekkel a falafelgolyókkal. Tehát, hogy ezek számomra úgy nem voltak mindig ügyes megoldások, és hát ebből összejött a 7 pont valahogy. Köszönöm szépen. Dávid is 7 pont. Mi jó? Én is köszöntök mindenkit. Előre bocsátom, hogy lehet, hogy köhögni fogok, akkor én lenémítom a mikrofont, hogy nem tudom. Oké. Szóval szerintem a Mécs Anna nagyon tehetséges író. Ez számos szöveg bizonyítja. Az előző kötetben, ebben is. Még egy-két olyat is megnéztem most, ami nem jelent meg kötetben. A kötet szerintem mégsem igazán működik, mert mint a kapcsolati hiba kötet. Nézzük onnan, hogy vannak ezek a tematikus novellás kötetek. A tematikus novellás kötetről szerintem az a közhiedelem, hogy ez valamivel több, mint egy nem tematikus novellás kötet. Hogy az valamivel ott a kötetben rendezésnek van valami többlete, ami a regény rangjához közelíti valamilyen szempontból. Csak a tematikus köteteknek, igen, és azt ígéri a tematikus kötet is, mi itt a téma, ugye az a technikai világ, a digitalizált világ, az online tér hatása a mai társadalomban. Mondjuk nagyon leegyszerűsítve, most gyorsan kell beszélni. És azt ígéri a tematikus kötet, hogy majd sokféle nézőpontból körüljár valamit, ami mindenféle, amitől én így rá tudok csodálkozni dolgokra. Innen is nézhető, na meg onnan is nézhető, meg innen is, és ez hozza is ez a kötet, ezzel nincsen baj. Ez, hogy különböző szempontokból körüljár valami. Csak hogy, amit én itt érzek, hogy a tematikus gyűjtő elv, tehát ez az online világ hatása a kultúrára, társadalomra, ez redukálja a novellákat. Tehát, hogy amit Bea úgy fogalmazott, hogy a koncepció kicsit túlnőtt ebben a kötetben, vagy eredetileg tártasorozatban. Azok a pillanatok tetszettek nekem jobban, amikor egy idő után, eleinte élveztem, hogy ennek az online kommunikációs nehézségeknek, vagy ennek a másságának, ezt milyen pontosan föl tudja mérni.
ezt is nem. Igen, igen, látja az ember, hogy a Facebookon túl sokáig megy ez a három pont, akkor a válaszadó, de ez olyan sokat gondolkozik, és akkor ez bizonytalan. Ezeket jól tetten éri. Jól tetten éri ezeket a nagyon mai tapasztalatainkat. Egy idő után viszont elkezdtem ezt unni. Egy idő után elkezdtem unni, és azokat a jeleneteket, meg az újraolvasás során, pláne azokat a jeleneteket ismertem föl jónak, amiben ez nincs, amiben elfeledkezik a szöveg időnként a koncepciójáról, hogy neki feladata van. És ez a tárgyhoz kötöttségétől el tud kicsit távolodni. Ez az egyik, amiért szerintem, noha egyesével van szerintem 5-6 egész kiváló novella a szövegben, ami szerintem nem muszáj. Összességében én mégis reduktívnak érzem a kötetet. A másik, hogy én a novella csattanó, hát hogy is mondjam, nem vagyok túl jó viszonyban. A novella csattanó általában lezárja a szöveg értelmezhetőségét, egy irányba tereli, sok esetben kiszámítható. Ugye a novella csattanók azok eléggé tipikus novella forgatókönyvek, vagy elbeszélés forgatókönyveknek vannak a végén, nem a mély csannánál, hanem általában. Azaz sok esetben kiszámíthatóak, igen, 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 körülbelül már oldalakkal előtte tudom, hogy az a nagyon elkötelezett zsidó fiatalember, aki Izrael összes kövét ismeri, az arról bizony ki fog derülni, hogy neonáci előélete van. Hát igen, és valóban kiderül, és akkor, amikor a csattanóhoz odaérünk, addigra én bizony már unatkozom. Fordulatok, csattanók, ezek is reduktív elemei a szövegeknek, olyan szövegeknek, amelyeknek az első 2-3 oldala egyébként nagy gazdagságot ígér. Tipikus volt, hogy eleinte tetszettek a novellák, és a végére meg így húztam a számot. Most lehet, hogy előjáróban ennyit mondani. Nem tudom, nem akarok túl sokat beszélni. Majd még arra majd visszatérnék még, hogy az internetes tárca sorozat, akkor csak egy mondat még, bocsánat. Tehát, hogy én internetes tárcaként én ezeket úgy érzem, hogy ezek ilyen médium optimalizált irodalmi termékek. Oké, tehát, hogy mennyit tudsz elolvasni a monitoron, az milyen igény, milyen elvárásaid vannak, olyan aktuális, érdekes, sokakat érintő téma, ugye a célközönség is ki van választva, hát az fogja ezeket elolvasni, aki egyébként is monitoron olvas irodalmat, ugye azért most már többségünk ott olvas, tehát, hogy és ezek átkerülve papír formátumba, könyve, bizony kicsit egyformák, bizony kicsit többet várna az ember. Szóval ezt a csúnyán mondva mediális átültetést ezek a szövegek szerintem rosszul viselték. Oké. Én is 7 pontot adtam, és azt akartam mondani, hogy mennyire mást jelent valószínű kinek a maga 7 pontja, de most kénytelen vagyok azt mondani, hogy teljesen egyetértek az előttem szólókkal, és nem nagyon tudok más irányt megfogalmazni, mert gyakorlatilag nagyjából úgy látom, főleg mint Bea és Dávid, tehát hogy ugyanazokat a pozitívumokat és negatívumokat tudnám mondani. Egyébként szerintem a borító terv az nagyszerű. Rajka Mária csinálta a borítót, és szerintem erre 9 vagy 10 pontot adnék, mert ezt nagyon jól eltalálta. Velem az történt különben, hogy először az új kötetét olvastam el, és akkor utána szereztem meg az elsőt, ugye ezt a gyerekzárat, és ezt olvastam később. És velem is az történt, hogy az első kötetét egy fokkal jobban szerettem. Bár kevésbé, lehet mondani, hogy kevésbé profi, lehet mondani azt, hogy nagyon személyes. Ugye ott mindegyik novella egyes szám első személyben van elmesélve, és mindegyiknek a mesélő főhőse egy fiatalabb lány, egy kicsit ettől személyes, és egy kicsit talán rá is vetíthetjük nyilván a szerző életrajzára, amit nem tudunk, de hogy úgy tűnik, hogy ott mint hogyha közelebb lenne
lennénk ahhoz a szerzőhöz, aki a Mécs Anna. Na most ez tulajdonképpen tök mindegy, csak annak a kötetnek van egy hangvassága, van egy ilyen szerethetősége, azzal együtt, hogy nem minden írás nagyszerű benne, de szerintem remekül lehet olvasni. Az új könyvben viszont ugye a tematikai egység miatt, ugye 20 novella van benne, itt már rafináltabb, technikásabb, ügyesebben, poétikailag bonyolultabban dolgozik, hosszabb szövegek is vannak, és nem mindig egyes szám első személy, tehát legtöbbször harmadik személyben van, egészen pontosan a 20-ból 14 esetben. Lényeg az, hogy amiatt, hogy van ez a igen erős tematikai dózis, emiatt valóban egységkúakká válnak a szövegek, és azt lehet érezni, hogy azért vannak egy kötetben, mert mindegyiknek ugyanaz a témája. És a gyengébb szövegek azért maradtak benne a kötetben, mert annak is az a témája. És ez így nincsen egészen rendben, mert minden szöveg arról szól, hogy az embernek és a technológiának milyen a viszonya. És igazából hiába tudatosabb, hiába fegyelmezettebb, hiába profibb a második kötet, az első egy fokkal szerethető. Vannak benne jobb és kevésbé jó novellák, igen, én mondjuk talán 7-et találtam, amit úgy jobbnak gondolok, akkor legyen emiatt 7 pont, de hát ez csak egy ilyen mondva csinált szempont. Tehát nem a téma miatt érdekesek ezek a novellák, ha érdekesek, hanem amiatt, hogy hogyan vannak kidolgozva. És önmagában az, hogy miről szólnak, az kevésbé kéne érdekes legyen esztétikai szempontból, mint az, hogy hogyan vannak megcsinálva. És én is úgy gondolom, mint Dávid, hogy emiatt ezek a tematikus szövegegységek, vagy kötetek, ezek nem igazán jók irodalmi szempontból. Lehet, hogy eredeti helyükön a könyves blokkban nagyszerűen működtek, kötetbe zárva talán kevésbé. És hát lehet azt mondani, hogy nagyon trendi a téma, az is, és azt is lehet mondani, hogy remekül marketingelhető, ez is így van, de ezt most nem bírálataként mondom a szerzőnek, mert egyébként ezek már nyilván tavaly, vagy korábban megszülettek, tehát a vírushelyzet előtt megszülettek ezek az írások, tehát az, hogy most itt a karanténhelyzet marketingelte ezt az egész kötetet, az a véletlen műve igazából, tehát erről nem tehet a szerző, és nem akarnám ezt itt rányomni, és teljesen nyilvánvaló, hogy amikor ezek a szövegek megszülettek, akkor valóban egy ilyen, azt is lehetett mondani, hogy egy jövőképet fogalmaznak meg, valamilyen science fiction dolog, csak mire megjelent a kötet, addigra ez olyan hótrealista valósággá vált, hogy igazából erről ezt se a kiadó, se a szerző nem láthatta előre. Szóval röviden azt hiszem, hogy a tematikai erőltetés, vagy a tematikai dózis teszi igazából gyengébbé ezt a kötetet. Miközben egy nagyon kiváló novellista, nagyon profi, nagyon szerethető, humora is van, és a személyesség is azért itt is megmarad, tehát hogy én nekem ez a hang, ami a novellákban megfogalmazódik, nagyon tetszik, amikor jól csinálja. Csak a gyengébeket ki kellett volna hagyni, és akkor sokkal erősebb lenne az egész. Valószínűleg ez minden novellás kötetre áll, és még egyetlen mondat, hogy ugye novellás köteteket nehéz értékelni, mert most a 20 novella közül melyiket, ugye? Én például, hát bevallom, én az elsőt nagyon szeretem, a robbantott halakat én szeretem nagyon, és a másodikat, ugye a Lorenzo bejut a várba, azt meg nagyon nem szeretem. Hát ezek ilyen szubjektív dolgok, úgyhogy egy novellás kötetnél azt lehet mondani, ha van benne néhány jó novella, akkor az már egy remek novellás kötet, mint egy verses kötetnél is nem kell mindennek nagyszerűnek lennie benne. Na de akkor ha már nálam van a szó, akkor hadd kérdezzem, talán járjuk először ezt körbe, tehát ezt a témát, a tematikát, technológia és ember, ugye ez a trendiség, és hogy látszik ez most itt a karanténhelyzetből, vagy a járvány felől nézve. Jó-e az, hogy akkor itt ez a tematika ennyire erősen dominál, illetve hogy mit szóltok a címhez, hogy kapcsolati hiba? Mi szeretnénk kezdeni? Akkor kezdem én. Oké. Szerintem a cím teli találat,
Nagyon, nagyon jó választás. Önmagában is, én úgy szoktam értékelni a címeket, hogy milyen önmagában, még mielőtt bármit tudnál a műről, így is működik, mert a kettős jelentése megvan, és hogy a másodjára pedig úgy értékelem, hogy milyen a mű elolvasása közben, után, és úgy is nagyon jól működik, úgyhogy a címválasztás az 10 pont nálam, és valóban jó ötletes a borítógrafika is. A téma, ugye erre kérdezel, Csaba, tehát, hogy... Igen. Hogy nekem, mint mondtam, szóval én szeretem, hogyha egy irodalmi mű aktuális, és ez nagyon aktuális, és fölismertet velem olyan dolgokat, amelyek a mindennapi életemnek a részei, de nem tudatosuló tapasztalatok. Az, hogy hogyan kommunikálok online, hogy mik futnak át az agyamon az 55. videó értekezlet, meg az 55. online konferencia, meg a nem tudom hanyadik online éskvartett között, meg amikor csetelek, meg mit. Tehát, hogy mik futnak át az agyamon, ezek még nem estek le nekem, ezek a 20 fillére. Hogy mire gondolok közben, és ebben a Mécs Anna nagyon ügyesen tetten tud érni dolgokat. Egyébként nem csak ő. Mostanában ez a téma hát természetesen bejön sok másoknak a novelláiban is. Látom, nem ennyire programszerűen, nem ennyire céltudatosan, na mindegy, szóval, hogy ebben jó, hogy tetten ér olyan tapasztalatokat, amelyeket én még nem fogalmaztam meg magamnak, és tudja a könyv, hogy mi van az én fejemben, amikor online beszélgetek, teszem azt veletek közönség előtt. És azt kell mondom, hogy ezért hálás vagyok, és ez a humoráért is egyébként. Majd még arra lehet, hogy visszatérünk. De volt például hiányérzetem ott, hogy amikor fölmentem a könyves, ugye most már nem könyves blog, hanem könyves magazin, ugye? Igen. Könyves magazin. Akkor még könyves blog volt, igen. És visszakerestem, meg aztán eszembe jutott, hogy annak idején volt, amit olvastam ott. És úgy nézve pedig az a hiányérzet fogalmazódott meg bennem, hogy érdekes módon az online kommunikáció hatásait ennyire tudatosan és ügyesen felmérő, tettenérő, kritizáló, stb. Művek egyáltalán nem reflektálnak arra, hogy ők maguk online termékek. Érted? Tehát, hogy valahogy ez így kimaradt belőle, hogy tehát, hogy sőt, ez egy olyan blog, vagy micsoda, netes tárcasorozat volt, ami nagyon, nagyon ügyes, mármint szóval így termékelhelyezésileg nagyon ügyes. Tehát, hogy erre tényleg klikkel az ember, tényleg örömmel elolvassa, és várja majd, amikor a legközelebbi jön. Tehát, és ezt nem bántásból mondom, a század előn ugyanúgy csinálták a sorozatos regényeket, meg a tárcákat, tehát hogy én voltam szerkesztő, tehát amikor azt mondom, hogy ügyes, akkor ez nem elitista nyafogás, hanem el kell tudni adni az irodalmat, okay. De hogy ezek nagyon profin használják azt az online közeget, amelyben megjelennek, és érdekes módon, hogy erről viszont van valami szemérmesség a szövegekben. Ja, hogy én is online szöveg vagyok, az vagyok, amiről beszélek. Ezt nem látom bennük. És ez hiányérzet. Ez reflektálatlanságnak érzem, és ennyiben naívnak tekint engem olvasó. Oké. Saci? Egyetértek a Dáviddal, meg veled is, Csaba, hogy teli találat a cím, nyilván ez többféleképpen is értelmezhető, egyik értelmezése az technikailag, másik értelmezése pedig azokra az emberi viszonylatokra utalhat, amelyek a kötetben megjelennek. És hát annyiban viszont vitatkoznék veletek, már az első kötet tekintve, és engem nem zavart, hogy ez tematikus kötet. Tehát
Ugye világos, hogy a technológia témája, annak különböző alkalmazási területei, hatása az életünkre. Lehet, hogy az én teoretikusan rendszerező agyam miatt is nekem nagyon tetszett ez a széles merítés, ez a tipológia, amit fölvázol, hogy az életünknek milyen, tehát minthogyha egy ilyen tudományos munkát írna valaki, és rendben fölvázolja azokat a területeket, ahol ez a bizonyos dolog megjelenik. Tehát egy ilyen szabályos ilyen taxonómiát vagy tipológiáját nyújtja annak, hogy az életünkben milyen módokon van jelen a technológia, és ehhez milyen élethelyzetekben hogyan viszonyulunk. Ugyanakkor vannak ebből kivételek is, tehát itt nem pusztán variációk egy témára vannak, hanem azért vannak erősen, itt is van némi szájbarágás, de azt azért ne feledjük el, hogy vannak azért erősen ilyen társadalomkritikus novellák is. Gondolom, emlékeztek arra, hogy igen, fölírtam magamnak, Örök panoráma című novellában hangzik el a dúsgazdag feleség szájából, amikor a csóró bölcsész történész férje meglátogatja, és panaszkodik neki, hogy talán nem kellett volna felszólalnod azon a tüntetésen. Tehát itt nem a technológia az, ami problémát okoz az emberek között, hanem itt az élő jelenléte a Mihálynak volt az, ami problémát okozott számára. Valamint igen, meg a bizonyos társadalom kritikai hangvétel van jelen ebben a műanyagos falafeles novellában is, ahogyan a csaj a polcok között mászkál, és azon morfondírozik, hogy ez a fiatal pár, akiket ő mint egy ilyen felettes énjeként tart számon, és mintha ők figyelnék, hogy hogyan vásárol, és mintha ők képviselnék azt az online univerzumot, amely előtt folyamatosan szem előtt vagyunk, hiszen ugye a Facebookra is ki mondta, hogy kötelező jelleggel ki kell rakni, hogy műanyagmentes július, és ez mint egy ilyen felettes énként vezérel minket, hogy bizony nem szabad műanyagot vásárolnunk és fogyasztanunk, és a boltban sétálva ez ellen próbál a maga módján lázadni, és egyre jobban belehergeli magát. Tehát vannak kiutak ebből az online univerzumból, mutat kiutakat a kötet. Valószínűleg, amit a Dávid is számon kért, hogy a saját maga online keletkezésére, vagy létezésére nem reflektál, ez valóban jogos lehet. És igen, az utolsó novelláról akartam még beszélni, hogy ez mint egy ilyen lezárása ennek az egész online univerzumnak, ugye elföldelik a végén a telefon, ami jó. Megint egy baromira szájbarágós, didaktikus sztori, egy ilyen karikaturisztikusan túlhajtott jelenetben nincs élő ember, aki tényleg így de a telefonjához lenne kötve éjjel-nappal, de ennek a szimbolikus elföldelése az utolsó novellában, ez valami ilyen általános tanulságként is felfogható. Oké. Azt én is nagyon szerettem. A Föld nyelje el, az a címe az utolsó novellának. Bea? Közben azon gondolkoztam, amit te, Dávid, mondtál, hogy a tematikus kötetekkel kapcsolatban van egy ilyen többletelvárásunk, vagy hogy többet ígér, mint novelláknak a különálló sorát. Érdekes, hogy nekem ez nem volt meg, ez az elvárás, és egyetértek Sacival abban, hogy meg úgy tudom interjúkból is, meg amikor Annával beszélgettem, hogy még ő maga is lazított azon a struktúrán, hogy minden egyes történet egy digitális kütyüt, vagy egy ilyen online digitális jelenséget hozzon be, tehát hogy nem akarta ezt ennyire beleerőltetni, de olvastam olyan kritikát is, ahol meg azt mondták, hogy hát nem mindegyik ilyen, és neki meg ez volt az elvárás, hogy mindegyiknek ilyennek kellett volna lennie. Nem tudom eldönteni, szerintem az jó, hogy időnként oldott a más jellegű szövegekkel, és én is éreztem itt azért azokat a társadalmi kérdéseket, sőt elvi vagy ideológiai kérdéseket, ugyanez a falafel golyós, hogy akkor mit vár tőlünk a világ, hogy akkor hogyan kell tiltakoznunk mondjuk egy bizonyos jelenségek ellen, vagy amikor például a gender témának a túltolása van ebben a megértés pufjaiban, vagy mi a címe? Igen, tehát amikor tudjátok, az idősödő kolléga a nőnapon felmeri köszönteni a nőket a vállalatnál, tehát hogy,
hogy ezek azért nem feltétlenül a digitális térről, vagy az online virágról szólnak csak, hanem azért itt ezek ideológiai, vagy elvi, vagy a mai életvitellel, meg gondolkodásmóddal is kapcsolatos történetek. Ugyanakkor a kapcsolati hibát én is nagyon jó címnek gondolom, és több síkon értelmezhető, vagy értelmezendő talán. Én azért azt így fontosnak tartottam, vagy de lehet, hogy ez az én olvasói fókuszom, hogy azért mindig valahol azok a novellák, vagy azok a történetek működtek jól, ahol a személyiség meg az identitásnak a kérdései kerültek előtérbe, hogy mennyire vagyunk önmagunk online térben, mennyire tudjuk önmagunkat adni, hol van az tőlünk, miközben minden lépésünk nézhető, követhető, mindig látszunk, valójában hol vagyunk azoktól a látszatoktól, meg azoktól a képektől, amiket mutatunk magunkról. És az, hogyha én kiteszem a profilképemre, hogy a család az család, júliusmentes, vagy mi ez, műanyagmentes július, meg nem tudom, hogy akkor azok mögött hol vagyok én, vagy hol van maga a személyiség ezekben a helyzetekben, vagy ezekben a terekben, és én nagyon éreztem azt, ami mind a két kötetben, de másképpen, ezt a folyamatos ilyen idegenségérzetet, vagy valamiféle ilyen világgal kapcsolatos diszonanciát, tehát akár fizikai, vagy akár mentális távolságot, vagy idegenségérzetet, amiket, tehát hogy amúgy is nagyon távol vannak már az emberek, meg nagyon nehéz kapcsolódni a világban, de mégis ezek a digitális eszközök, meg online kütyük ezt nagyon megkérdőjelezik. Tehát például ott van, nekem nagyon tetszett az okosgyűrűs történet, amikor ez a címe, hogy az álmaidat is ad nekem, és ugye, hogy a házaspár mindent akar tudni egymásról, és mégis arra jutnak az okosgyűrű ellenére, hogy vérnyomás, szívdobogás, nem tudom én, hol jár, GPS, stb., hogy mégsem ismerik a másikat, mégsem tudnak elég közel kerülni egymáshoz, és valahol ezekben a történetekben van egy ilyen ijesztő képe is ennek az egésznek. Hát a legnagyobb titka, jó, az egyik legnagyobb titka ugye a nőnek az, hogy a munka után mindig bemegy egy sütire a cukrászdába. És akkor ez most kiderül, ezt eddig tudta titkolni. Ez gyönyörű szerintem. Hogy tényleg tele vannak ezek a novellák mindenféle technikai kütyükkel. Már említettünk itt több mindent, van a Tinder, okosgyűrű, okosvibrátor, robotpap, streamelt mise, van itt minden, hogy ugye ez a munkahelyi mesterséges intelligencia, amelyik folyamatosan monitorozza az alkalmazottaknak az üzeneteit, meg van ez a biomechanikus plantátum, amellyel lehet az arcát változtatgatni. Szóval ez teljesen világos, hogy mindegyik történet, minthogyha arra futna ki, hogy ezek a kütyük, ezek megeszik az életünket, ugye? És valahogy ehhez viszonyulni kell, ez világos. De vajon ezek a kütyük nem eszik-e meg a novellákat? Tehát, hogy mindig, mechanikusan mindig van egy kütyű, és mindig tudjuk, hogy majd a kütyűhöz viszonyulunk, hogy a mi valódi életünk, az emberi kapcsolataink a kütyűhöz viszonyítva fog megmutatkozni. Szóval mi a véleményetek a kütyükről? Én mintha pont ebben érzékeltem volna a mechanikusságot, hogy mindig kell egy kütyű. Jó, mert az előbb is én kezdtem, na mindegy. Nem akarja valaki kezdeni? Mondjad! Jó, szóval abban egyetértek a Beával is, meg a Sacival is, hogy van azért játéktér. Tehát, hogy ez a fő téma, de vannak melléktémák, illetve jól függnek össze témák, tehát mondjuk a hatalom, politikum, a pillanatnyi mai magyar társadalmi helyzet, vagy akár globális, aktuális kérdések jól össze vannak kötve a technikai világ jelenség körével. Tehát például nekem is azok tetszettek, amikor a hatalom
vagy politikum, vagy etikai kérdések. Tehát az, hogy ki hogyan tudja érvényesíteni magát a technikai világban, hogy mondjuk van itt egy generációs szakadék, például az öreg orosz tanárból lett, angol tanárból lett multi alkalmazott, akiben már most már mindenki a lábát törli azért, mert hölgyeknek szólítja a munkatársnőit és virágot tesz nekik. Egyébként ez például lehetne szentimentális, de nem szentimentálisan van előadva. Tehát, hogy jól köti az érezetet ezeket a témákat, ettől azért nem az egységesség, nem gondolom én ezt annyira szörnyűnek, csak egy picit reduktívabb annál, vagy picit jobban tárgyhoz köti. Tehát ilyen értelemben egy gyenge igennel válaszolok a kérdésedre, Csaba, amit most föltettél. Tehát, hogy igen, egy kicsit reduktíva. Hogy fogalmaztad meg? Mechanikus. Mechanikus, igen. Igen. Egy kicsit mechanikus, de azért nem teszi tönkre a kötetet, tehát remek részletek vannak benne. Érdekes módon én egy csomó olyat viszonylag szerettem a novellák közül, amiket ti ellenpéldaként említettetek. Tehát, például én szeretem, amikor karikaturisztikus, amikor a beregő telefon szétszórja a gyerek kakát a fürdőszobában, amikor a falafelgolyókat az ismeretlen fickónak a ABC pénztár sorába oda nyomja a ágyékához, és szétlácsírozza rajta a falafelgolyókat. Ezek abszurdak, meg mit tudom én, de van. Tehát a villan a szövegbe valami erősen provokatív, valami határsértő, amit az első kötetben én is kicsit jobban érzékeltem, vagy ez a frissesség, vagy nem tudom, hogy fogalmaztatok, vagy... Ott több határátlépés volt, de itt is vannak határátlépések, és akkor én ezeket bírom. Szerintem az is van, hogy azáltal, hogy így promotálják ezt a kötetet, és hogy tényleg erre fókuszálunk, hogy akkor kapcsolati hiba, meg digitális technológia, meg online tér, hogy már az olvasatban is ez nagyon erősen befolyásol minket. Tehát amikor mondjuk semmi ilyesmit nem ígér egy kötet, de végig mondjuk gyerekkori traumákról van szó, akkor nem feltétlenül tartjuk azt a zavarónak. De így, hogy elénk raknak egy elvárást, és ez behatárolja a szövegeket, vagy a mi olvasói fókuszunkat, ez így nehezebb megfelelni bizonyos elvárásoknak, vagy bizonyos, tehát hogy nehezebb függetlenülteni magunkat ettől a ténytől. Ennek ellenére nem mondom azt, hogy mindenhol jól működik, meg tényleg vannak ezek az üres járat. Tehát inkább az a baj, hogy vannak olyan történetek, amik üres járatban csak ennyit tudnak, hogy bevetnek egy digitális kütyűt. Mondjuk nekem ez a Lorenzo ilyen, ami nem nagyon nyerte el a tetszésemet, vagy volt még más is, ami nekem az a ti-ti-ti, tehát ez a mimikás szöveg sem tudott úgy túlságosan lelket lehelni belém, tehát hogy inkább az üres járatokkal volt bajom, és ez nem tudom, hogy a témától függött, mert tényleg bele van erőltetve ebbe a koncepcióba, vagy mert egyszerűen nem tudta ezt az ötletet, ezt úgy végigvinni, vagy valamilyen többletjelentéssel, vagy jópofassággal, vagy humorral, vagy abszurddal ellensúlyozni. Amit Dávid mondtál, a falafelgolyókat nem szerettem, de az utolsó szöveget azt például szerettem. Tehát az szépen felépíti azt, hogy ez a nő egyrészt abban a szövegben jelenik meg egyedül az a kérdés, ami, hát nem szeretném a szerzőt számon kérni, de mondjuk ezeknek a dolgoknak az addiktív hatásáról nagyon érintőlegesen, nagyon szőrmentén ábrázolja ezeket. Egyedül talán ez a szöveg az, ami ezt a telefonfüggőséget, az okostelefonfüggőséget valamilyen szinten felveti, pedig
Pedig ugye azért nyilván a többi eszköznek a használata is nagyon erősen addiktív, akár a Tinderre gondolunk, akár a Safe Game történetére, ahol ugye állandóan játszik a férfi, illető, hát hiszen felesége van, de hogy ezeket úgy, hát igen, itt hiányzott a reflektivitás, vagy az, hogy mennyire függünk mi is ezektől az eszközöktől, mennyire vagyunk addiktívek, és én szerző is mennyire vagyok ezektől meghatározva, vagy felfüggesztve, vagy odafüggesztve. Vitatkoznék egy kicsit a Beával, mert szerintem amit mechanikusnak, meg reduktívnak mondtok ezekben a szövegekben, szerintem ez pont a mi életünkben is ilyen mechanikus és reduktív, hiszen, és úgy gondolom, hogy ezek a szövegek ezt akarják bemutatni, erre a témára hoznak föl különböző variációkat, hogy mennyire vagyunk körbe bástyázva, mennyire vagyunk addiktívak ezektől a kütyüktől. Hiszen oké, hogy az utolsó novellában, a Földnyeljében jön ki konkrétan ez a telefonfüggés, de ahogy a Bea is mondta, azért a számítógép függés is megvan. Ugye az elején, amikor a csaj elkezd az édesanyja nevében a Tinderen ismerkedni, előbb-utóbb ő is rácsavadódik arra, hogy nyomogassa a telefonját, és nem engedi el. Valamint a többi novellában, vagy gondoljunk arra, az egyik novella, ami a legjobban tetszett, ez a Szelekció című, amikor kettős függés érhető tetten, az egyik ugye az adrenalinnak a fölturbózása azzal, hogy a csaj rollerrel száguldozik a forgalomban, a másik pedig, hogy közben online tartja a kapcsolatot a pszichológusával. És mintha két különböző világban lenne jelen egyidejűleg ott a száguldozásban, és mind a két világ így két különböző univerzumba húznászan a széllyel, és a végén ugye neki csapódik valaminek, ami azt jelenti, hogy végleg sikerült neki kiszakadni az online térből és a kütyük világából, tehát csak ilyen menekülési útvonalak vannak. Az összes többi novellában jelen van ez az addikció, tehát akár amiről beszéltetek, amikor a házasságban a házaspárok ezek gyűrűn keresztül tartják a kapcsolatot egymással, és úristen, két percenként rá kell néznem, hogy hol van a férj, és mit csinál, és mennyi a vérnyomása, és a többi, és a többi. Szóval, hogy baromira jelen van ez az addikció, de ez pontosan azért van jelen, mert hogy az életünkben egyáltalában is jelen vannak ezek a függőségek, és ebben a tekintetben akár ilyen hiperrealista prózának is mondhatjuk ezt, némi groteszk és abszurd felhangokkal. Igen, igen, egyébként igazad van, tehát hogy azt hiszem, így visszalépek egyet a véleményemmel, de nekem mégis hiányzott valahogy erre egy erősebb reflexió, de lehet, hogy nem is kellett volna. Na most, ezek a szövegek nyilván még a vírushelyzet előtt születtek. Mennyire változtatja meg a kötet olvasását most az, hogy ebben a helyzetben vagyunk benne? Mondhatom? Bea, mond. Szerintem igen, megvált. Tehát, hogy azért persze nyilván nehéz lenne felmérni, hogy milyen lenne vírushelyzet nélkül ez az egész. Hogy mondjam, az, hogy ennyire gyorsan kellett erre a digitális technológiára, meg online világra tulajdonképpen átállni a fél világnak, ezzel egy kicsit valóban azok a jövővel eljátszó gondolatok, azok jelenné váltak, vagy nagyon is realitássá váltak. Mondhatjuk azt, hogy a szerző zseniális, mert a mini jóslatai azok beteljesedtek, de ugyanakkor az, ami egy ilyen elképesztő ötletnek tűnt, akkor látjuk, hogy hát ez tulajdonképpen egyáltalán nem elképesztő, hanem ezek a jelenségek már benne vannak a levegőben, ezek már itt voltak. Tehát ugye a másik kedvenc szövegem az a menekülő állatok, amikor a rackajuhokat terelik, és akkor ugye kiderül az, hogy az a főnök, aki fél éven át csak online térben kommunikált a beosztottjaival, és kimenekül minden konfliktus helyzetből, hogy az mennyire nem tud az életben, végül is ezekben a konfliktus helyzetekben helytállni, és hogy
hogy ez teljesen valósággá vált, tehát emberek valóban úgy léptek be vállalatokhoz, cégekhez, hogy hónapokig nem találkoztak élőben emberekkel, sőt, ugye mi sem találkoztunk élőben, meg élőben emberekkel, tehát hogy ez egy ilyen hihetetlen, hogy az ember elpixelesedett az utóbbi évben, vagy fél évben, és hogy tényleg ez már ilyen közröhely számba megy, hogy alul semmi, és fölül meg mosolygok a szíva. Tehát, hogy szerintem azért... Senki ne álljon most föl. Jó. Hogy szerintem azért olvashatokat igenis olyan értelemben ez a járványhelyzet befolyásolta, hogy látjuk, hogy mennyire ki tud fordulni a sarkából a világ, és hogy talán mentálisan, meg emberileg ezeket nem is tudtuk még feldolgozni, vagy ezek nem értük még utól ezeket. Tehát, hogy nagyon jól alkalmazkodunk, meg nagyon jól használjuk, meg nagyon jól elsajátítottuk pillanatokon belül, de hogy ez így hogy mondjam, így mentálisan, így hogy tudunk ezekhez felzárkózni, az szerintem még egy nagy kérdés. Én azért is szeretem ezt a menekülő állatokat, ugye, amiben egy tanyasi csapatépítés van, mert kiderül, hogy az udvaron el lehet csúszni a szaron, és akkor, tehát, hogy egészen elképesztő, hogy milyen valóság van körülöttünk. Tehát, hogy biztosan egész más lenne ez a kötet szerintem is, hogyha most nem ilyen helyzetben lennénk, amiben vagyunk. Ugyanakkor hihetetlen jó humora is van. Nem nagyon emlegették idáig, tehát a fogadtatásban, mintha kevésbé figyeltek volna arra, hogy milyen humorosak ezek a szövegek. Bizony. Aha. Jó, többféle humora van szerintem. Akkor nevessünk. Dávid? Többféle humora van. Nem gondoltam én ezt végig, de amit szerintem könnyen rá fogtok ismerni, az egyik a fanyar humor, tehát hogy milyen nyomorult ez a helyzet, és akkor röhögjünk rajta. A másik meg arra talán beutalt, hogy az abszurd humor. Igen. És én ezeket nagyon, nagyon szeretem, és azonnal föladom a realitás elvárásaimat, hogyha jól sikerül, tehát hogy amíg a falafelgolyós szöveg például ilyen volt, már erre utaltam, hogy az, amit a, ugye Saci mondta, hogy kicsit felettes énje ez a hipster, vagy nem is tudom milyen, nem akarom minősíteni, nem tudom milyen házas pár, akik kiköltöztek a világból, és mindenen túl vannak, és csak bio ételeket esznek, és mindenféle életmódban annyira up-to-date-ek, hogy őrület, és én csak lemaradva lehetek hozzájuk képest, és akkor ezt elképzeli Na, szóval amiket elképzel például a barátnő fanszérzetéről, a srác szakálla alapján, és aztán, tehát ezek annyira agyament dolgok, hogy nagyon szerettem. Tehát, és mindenféle nagyon emberi, és mindenféle jó neveltségtől távol áll. És ez ettől humoros. Jó, szóval szerintem nagyon humoros, és kicsit akár, de azért nem humorizálja el. A szövegek nagy részét nem humorizálja el, van olyan, amiben kevés humor van, de szerintem jó darab, és van sajnos sokszor, amikor pedig sajnos azt kell mondanom, hogy blőd a humora, és akkor azoknál, és ezeket a végére tartogatja, ilyen a megértés pufjai, a tititi, a save game, szerintem, az örök panoráma, igen, és akkor végül is már elkezdik fölhúzni a örök panorámás ház elé is azt, ami elfogja azt az épületet, ami elveszi majd az ő örök panorámájukat, igen, és akkor megértetted, olvasó? Megértettem, olvasó. Megvan a tanulság. Sokszor megvan a tanulság, és akkor nekem bő. Na jó, de a humor ellensúlyozza. Ebben abszolút egyetértek a Dáviddal, hogy nekem sem tetszett az, amikor a tanulságot ennyire direktbe a szánkba rágják, ezért nem tetszett az utolsó novella is, hogy akkor nem tudunk más csinálni a telefonnal, csak elföldelni. És abban is egyetértek, hogy nagyon jól tud ez a humor működni a legjobb pillanataiban.
tetszett a helyzet komikum. Egyáltalán, amiről beszéltél, ezek a groteszk, ezek az abszurd életszituációk, amelyekben emberek találják magukat, de vitatkoznék annyiban benned, hogy ez a Save Game című novella, nekem ez azért tetszett, mert ahogy rámásolódik ennek az egész számítógépes játék világnak a terminológiája, a szóhasználata, az élethelyzetekhez való viszonya a mindennapi valóságunkra, az valamilyen ilyen abszurd helyzetben csattan ki. Cáfolom magamat, mert ebben is megvan a végső tanulság, hogy hát az életben bizony nekünk kell dönteni, nem lehet elmenteni a játékot, és később visszafordulni majd. Szóval valóban van erre példa, de alapvetően nekem is nagyon tetszett a humora, néhol valóban nem működik, és vannak ilyen nagyon lapos novellák, amelyek minthogyha azért kellettek volna, hogy meglegyen a megfelelő oldalszám. Én ezekkel, mint a magányos nő meg balesetet szenved a lakásban, miközben a fia kim van Japánban, ez sem tetszett különösebben, vagy nekem az a Kerámia gyűrű sem vált a kedvencem. Én nem is beszéltünk még arról a novelláról, amikor egy tanárnőt amiatt küldenek el betegszabadságra, mert hogy félreérthető beszédhelyzetbe keveredett egy diákjával, amit azért valószínűleg ez már eleve nem tűn nekem túl hitelesnek, ezt akkor értik félre, hogyha nagyon félre akarják kérteni, de mondjuk erre is volt célzás a novellában, hogy egy 150 ezer forintos óra díjú ügyvéd az meg tudja magyarázni, hogy ez miért félreértés, de számomra ez nem volt annyira, nem tartozott a legjobbak közé. De hol működik ez a humor, ott tényleg nagyon működik, és nagyon jól rávilágít azokra az abszurd grotesz élethelyzetekre, amelyekben így a technika által találjuk magunkat. Nekem csak egy kiegészítés, mert alapvetően egyetértek, hogy nagyon jó helyeken dob be olyan dolgokat, ami mondjuk akár visszarántanak minket a birkaszaros valóságba, vagy kézzelfogható világba, meg az abszurd helyzetek. Egy dolog nekem még tetszett, és most, hogy néha az egész szövegnek a hangvételében van valami olyan hát ilyen ironikus, vagy távolságtartó humor, amit végig tud vezetni. Ez nem sokszor fordul elő, vagy nem azt mondom, hogy ezek dominálnak a kötetbe, de itt nem tudom, valamelyik kötök mondta, hogy a váltsuk le a nagypapát, az túl didaktikus. Igen, egyfelől igen, de annak a hangvétele, ahogy ott az sodorja a részleteket, és beveti ezeket a parádés elemeket, hogy lehet ellenkampányt, vagy lejárató kampányt tartani valaki ellen. Nekem ez szórakoztató volt, és ugyanígy a Kodokushi, amit Saci mondtál, hogy az Illus, akinek a fia Japánban él, és akkor ugye egy ilyen szimulákrum énekesnője rajong, és bízik benne, hogy majd a fia ezt a lányt fogja megkérni feleségül, és nem a japán barátnőjét, aki mellesleg hullákat takarít fel ugye lakásokba. Szóval, hogy ott éreztem még azt, hogy valahogy így jól eltalált egy ilyen hangulatot, vagy egy ilyen futamot, amit ott végig tudott vinni. Vagy ami mondjuk nem humor, na mindegy, ezt majd még meghagyom későbbre. Jó, humor. Nem nagyon lesz később, sajnos. Akkor csak annyit, hogy az nem humoros történet, csak hogyha már mindenki mondja, hogy melyik a kedvence, már én is mondtam néhányat, de nekem nagyon tetszett a Drexit szöveg, az Instagramos, amikor tulajdonképpen egy fiatal lány úgy éli meg a vágyait, az álmait, hogy ezeket legyártja ilyen Instagram tartalmakba. Tehát amikor az élet veszendő, és akkor ha lenne még egy bakancslistám, ha lenne még egy dobásom, akkor milyen életet tudnék magamnak elképzelni, vagy mi az a kiszínezett ideális élet, amire bukni fognak az én követőim, vagy lájkolóim, és ez szerintem egy olyan nagyon gazdaságosan és ügyesen felépített történet volt, amellett, hogy mégiscsak arra rádöbbenni, hogy a saját
sorsomat nézem végig, mert már annyira haldoklom, hogy tulajdonképpen az egész újdonságként hat számomra. Tehát a magam fiktív sorsát végignézni egy halálos ágyról. Azért, szóval, hogy megrendítő is volt, de ugyanakkor meg tényleg egy szépen felépített. Hihetetlen érdekes, hogy mindenki más szöveget szeret, illetve nem szeret. Tehát ez nagyon furcsa, hogy itt van 20 szöveg, és tulajdonképpen én közben mondhattam volna itt menet közben, hogy nekem nem tetszett a Save Game sem, nem csak a Lorenzo, nem szerettem az Örök panorámát sem igazából. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy mindenki mást emel ki. Mondja Dávid röviden, aztán egy utolsó kérdésem lesz, mert az a helyzet, hogy lejárt az időnk. Az utolsó kérdés, ez a kedvenc novellára vonatkozik? Nem, mert már gyakorlatilag nem. Mindenki elmondott. Jó, mert én még nem mondtam el a kedvencet. Akkor mondd el a kedvencedet, és utána jön az egy mondat, hogy szerintem a Váltsuk le a nagypapát jó szöveg. Hogyha az volt a feladat, hogy írjunk ma érvényes, igen, működőképes politikai allegóriát, akkor ezt a feladatot nagyon jól teljesítette. Ez igaz. Más, az lehet itatkozni, hogy mit gondolunk a politikai allegóriákról, hogy én nem szeretem a, nem tudom, állatfarmot, vagy ilyesmi. Azt lehet itatkozni, de hogy ez egy politikai allegóriának jól működik, az szerintem jó. Nem, nekem a Sirály. Kétszer olvastam végig a kötetet, és végül is olyan 6-7 szöveg tetszett, és végül is úgy döntöttem, mert Csaba meg szokta kérdezni, hogy melyik a kedvenc szövegünk, és akkor én zavarba vagyok, most erre készültem, erre nem kérdezi meg. Szóval nekem a Sirály. A Sirály volt a kedvencem azért, mert abban a kötet egyik mellék témája lesz fő téma, ez pedig a párkapcsolati nemi hatalmi különbségek, de ezt nagyon finoman, egy érzékeny utazás narratívájában csinálja meg. Nagyon finoman, nagyon okosan, ugye azzal kezdődik, hogy akkor a nő nem tud vezetni. Ezzel a gender toposszal kezdődik, és ebből nagyon, és ez egyáltalán nem lesz didaktikus, hanem sokfelé, és vannak benne üres járatos jelenetek, amelyek szépek, és föllélegzel. És azt érzed, hogy nem koncepciót olvasol, hanem szabad prózát olvasol. Érted? Tehát az a jelenet, hogy a fiú leugrik-e a szikláról a vízből, vagy nem ugrik-e a szikláról a vízből, hogy a hajó tatjáról a sirályetetésben milyen erotikum van a vadidegen sráccel. Ezek nagyon szépen megcsináltak. Ezeken az oldalon, a Sirálynál éreztem azt, hogy szeretnék ettől a szerzőtől olvasni egy regényt. Tehát aki így tud írni, az írjon is így, legyen kedves. Okay. Dávid, ez annyira jó, hogy mondtad, mert nekem eddig pont a Sirállyal úgy azt éreztem, hogy ott nagyon szét van tördelve a szöveg. De most, ahogy beszéltél róla, szerintem igazad van. Annak a szövegnek a legnagyobb a szabadságfoka, szerintem. Uh-huh. Nem tudom, Bea és Sacit szeretnétek-e megnevezni egy novellát, ami a kedvencetek, mert akkor nem... Ha már én ezt kiharcoltam. Nehogy már az legyen, hogy nem kérdeztem meg. Amíg ezen gondolkodtok, én mondok még egy, nekem a legelső, meg a legutolsó novella is nagyon tetszik, tehát azokat szeretem mindenek ellenére. Nem volt szó egyről ha anyukát is felokosíthatnám, amit én szintén kedveltem, már csak azért említem, mert nem említette senki, ugye, ami megint egy érdekes szöveg szerintem, mert ugye arról van szó, hogy az anyuka teljesen berág arra, hogy már minden föl van okosítva a házába, és ugye szétveri, de hogy mondjon Bea is, meg Saci is, ha akar egyet, amit a legjobban szerettek, aztán jön az utolsó kérdés. Annyit mondtam már, és nem tudok igazából kiválasztani egyet. Igazából nekem az egész kötetnek a hangneme, stílusa, sodrata tetszett meg. A hangnak ez a frissesség, ez a szatirikus, gunyoros, olykor paródiába, karikatúrába átcsapó hangneme. Viszont visszatérnék még a Sirályra, aminek örülök, hogy a Dávid emlegette, mert erről én is szerettem volna beszélni, hogyha nem felejtettem volna el, de csak pár mondatot.
ebben pontosan az az izgalmas, hogy kilépünk ebből a Matrixból, hogy itt tényleg ilyen élő, eleven, bőrközeli emberi kapcsolatot látunk nagyító alatt, premier plánban, és kiderül, hogy itt sem működik. Tehát nem csupán a kütyük azok, amelyek szétválasztanak minket, hiába vagyunk, fekszünk egymás mellett az ágyba, attól az még nem biztos, hogy működik. Tehát az, ami az online térben kapcsolati hibának bizonyul, az bizony nagyon sokszor face-to-face az offline térben is kapcsolati hibaként jelenhet meg, és ebben tényleg nekem is nagyon tetszett, ilyen lassan mozog ez a novella erőre ilyen kis jelenetekben, ez nekem is nagyon tetszett. Ugyanakkor abban is egyetértek, hogy vannak benne ilyen ellaposodó részek. Na, de szóval visszatérve nekem, tényleg nem tudnék egyet kiválasztani, hanem az egész tetszett így a maga egymás utánjában. Uh-huh. Bea? Egyébként a sirály az, ami még a leginkább kapcsolható a gyerekzárhoz. Tehát ott jelennek meg ezek az emberi kapcsolatoknak ezek az elvetéltségei. Hát én már annyit mondtam, hát nekem talán a menekülő állatok az, ami az egyik szívem csücske, hát a másikról meg előbb beszéltem, a Drexitről. De... Drexit, igen, azt én is nagyon szeretem, a Drexitet. Ugyanakkor... mit tudom én, a robbantott halakban a hal motívum az ott van a legkedvesebb gyerekzárbeli szövegemben, a Szálkás Úristen itt című novellában, ha emlékeztek rá, azt én nagyon imádtam ebben a kötetben, de tök mindegy. Hadd kérdezek egy utolsót, mert nagyon elment az időnk, hogy van itt egy érdekes jelenség, csak erre szeretnék rákérdezni, újfajta irodalmi jelenség, ha tetszik, ugye, amikor ezek megjelentek tárcaként sorozatban a könyvesbogon, akkor ugye a Valuska László volt az úgymond kreatív producere az egész projektnek, és hogy a szerző köszönetet mond azoknak, akik ötleteket adtak neki a szövegekhez, stb. Stb. Mit akarok kérdezni? Azt akarom kérdezni, hogy mintha arról volna szó, hogy a novellákat lehet fejleszteni, mint ahogy a forgatókönyveket a filmgyárban, tehát hogy van egy ilyen dolog, hogy minthogyha ez egyre inkább előtérbe kerülne, hogy egy szövegen nem pusztán egy szerkesztő dolgozik, hanem többen is, és akkor ebből áll majd össze az elkészült projekt, amit kapunk. Tehát csak egy ellenpéldát hagyd mondjak, hogyha Nádas Péter írta Literára egy hasonló sorozatot néhány éve, amiből lett egy kis kötet, ugye az Élet sója. De milyen vicces lett volna, ha ott azt mondtuk volna, hogy egy kreatív producer dolgozott rajta, mondjuk Nagy Gabriella a Literánál. Tehát, hogy érzek egy ilyen jelenséget, minthogyha ez most így jönne be az irodalomba, érzitek ezt, és mit szóltok hozzá? Hát én az elején valami hasonlóra utaltam, amikor azt mondtam, hogy médium optimalizált irodalmi termékek tartunk a kezünkben. Tehát, hogy célközönség, tematika. Olvastam egy interjút a Mécsennel, aki egyébként remek interjúkat ad. Szóval kimondottam. Nagyon szimpatikus és nagyon szeretem. Nagyon szimpatikus, okosan válaszol, célzottan válaszol, jól beszél, minden. A Milanovic Domi készített a divány.hu, és ez egy nagyon jó interjú, igen. A nagyon jó interjúban egyszer így meglepődtem, és most fogok válaszolni arra, amit kérdeztél, Csaba, hogy ha jól idézem, nem betű szerint idézem, de hogy gender témájú szövegek sorozattán gondolkozott a szerző, de hát azt mondta neki a Valuska, mint szerkesztője, vagy hát akkor mint kreatív producere, hogy hát, hogy megbeszélték, hogy ez problémás ma Magyarországon, és ezt nem lehet úgy tárgyalni, hogy ne sorolódjon be az ember valamilyen politikai oldalba. És itt egy pindurkát fölhúztam a szemöldökömet, hogy ezek szerint nem a kockázatvállalása az irodalmi szövegeknek a feladata, hanem az eladhatóság. És itt egy kicsit csuklottam. Aztán ezt így visszavonom, mert
Mert nem kockázatkerülő könyv a kapcsolati hiba. Jó, tehát ezt ezzel nem mondom. De az elven, hogy problémás témáról ne írjunk sorozatot, hogy politikailag problémás témáról ne írjunk sorozatot, ez ahogy itt elhangzik az interjúban, ez én hirtelen nagyon old school bácsinak éreztem magamat ekkor, hogy tehát az irodalomnak a ellenbeszéd, de hagyjuk. Ennek ilyen felhangja volt, legalábbis az én olvasatomban. Én nem hoztam volna ezt elő. Csak az, hogy a kreatív producer hogy befolyásolja az irodalmi terméket, ebben én ezt éreztem. Egyébként meg az irodalom, hogy is mondjam, nem egyéni zseniknek a teljesítménye, hanem összjátékok teljesítménye. Szövegek összjátékainak, tanárodnak, mentorodnak, szerkesztődnek, fordítódnak. Mit tudom én? Tehát, hogy az irodalom nagyon is lehet műhely munka. Ezt egy tanárnak a meglátása. És hát azt tudjuk, hogy a Mécs Anna reklámiparban dolgozik, tehát nyilván a szöveg előállításának, létrehozásának, megszerkesztésének minden csinyát, binyát ismeri, és azzal is tisztában van, hogy ez bizony nem mindig az egyéni zsenialitásnak a produktuma, egy jól megszületett szöveg. Ugyanakkor számomra akkor is ez kicsit idegen, és kicsit alkotás idegen talán ez, hogy előre kitalálnak témát, és előre megvan szerkesztve ennyire ilyen mélységekig lebontva egy szöveg. Szóval ez a kreatív producer dolog számomra tényleg egy kicsit olyan idegennek tűnt. És visszatérve, amit a Dávid mondott, ezt olvastam én is ezt az interjút, és egy kicsit én is fölkaptam a fejem, hogy oké, a technológia jöhet, a gender kérdés meg nem, de elgondolkodtam az érvein, az való, tehát itt is rezgett a léc, tehát itt is mondtad, hogy reduktív és mechanikus volt ez a témahalmozás, és gondoljunk bele, hogy valószínűleg, hogyha gender kérdés is hasonlóképpen egy ilyen mechanikus és reduktív téma sógyázás vagy novella sógyázást hozott volna maga után, ugyanakkor mindannak a terhével, amit az egésznek a politikai kontextusa jelent ebben a hihetetlenül fölbojdult bolondokházára hasonlító országban. Szóval akkor szerintem az egész kvartetten arról beszélgettünk volna, hogy milyen kontextusokat hív ez be, hogyan illeszkedik, és a többi, és a többi. Tehát akkor már eleve bejárt utakra terelődött volna az értelmezés, és szerintem is egy szerencsés döntés volt az, hogy nem ment bele ebbe a valószínűleg zsákutcába a Mécs Anna. Jó. Meg egyébként nem maradt ki belőle a gender kérdés. Nem maradt ki. Már nagyon elment az időnk, úgyhogy Bea, tiéd a végszó. Hát szóval, hogy ezt nem tudom, hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy ez mennyire tendencia a mai irodalomban, de hát azzal most már lehet találkozni, hogy egy blog vagy egy irodalmi portál, nem tudom, tematikus tárcát kér bizonyos szerzőktől, és ez szerintem egy folyamat, mert azért 5-10 éve is találkozhattunk ilyennel, ha ennyire nem is volt megmondva, hogy úgymond mi adható el, mi az, amire keresnek, harapnak az olvasók, tehát hogy ilyen értelemben biztos van egy ilyen projekt, meg szemlélet, meg egy eladhatósági szempont. És értem azt az aggodalmat, amit Dávid mondtál, itt az alkotói szabadság, meg kreativitás, meg a régi irodalom szemlélet kapcsán. Én inkább ilyen csodálkozó érdeklődéssel nézem ezeket a folyamatokat, mert azt gondolom, hogy ha valaki tehetséges és jól tud írni, akkor valójában majdnem mindegy, hogy honnan fogják őt megtámogatni. Tehát, hogy egy szerkesztő mondja neki tolba, vagy egy szerkesztői nyomás egy kiadótól, hogy most írjál regény, tehát, hogy finomabb módon ezek működnek, ezek a szerzőnek a terelése, vagy a szerzőre gyakorolt, hogy mondjam, ilyen nyomás. De nyilván, ha ez ennyire kilátszik már, vagy ennyire nyíltan lehet erről beszélni, az egy kicsit ijesztő, meg félelmetes is tud lenni.
Oké, nagyon szépen köszönöm, elment az időnk. Talán annyit tudnék hozzátenni, hogy abból is látszik, hogy Mécs Anna igen tehetséges író, hogy a tematikai megkötés ellenére is tudott csinálni egy jó novellás kötetet. Tehát ez pont azt bizonyítja, hogy jó író. Bocsánat, még csak annyit, hogy az Annával készített interjúmban azt mondta, hogy igazából ez a téma neki nagyon-nagyon tetszett, és hogy testhez áll, mert hogy ő... Abszolút, persze. Tehát, hogy amikor ő régen ilyen tudományos újságírással foglalkozott, akkor pontosan ilyen új technológiai újítások foglalkoztatták, tehát hogy nem gondolom, hogy itt valami olyan irányba terelték volna, ami neki... Nem, hát hál' Istennek összekapcsolódott. Igen, és hát ilyen értelemben egy jó producer felismeri, hogy kit mivel lehet. Így van. Oké. Az igazán kreatív menedzser azt tudja, hogy kell kreatívnak lenni. Oké. Jó. Ennyit tudtunk beszélni, már így is nagyon sokat beszéltünk. Köszönjük a türelmet, már annak, aki végignéz minket, vagy végignézett minket. Leírva majd benne lesz az újságban, és január végén lesz a következő beszélgetésünk, mégpedig Selyem Zsuzsának a novellás kötetéről, ami szintén a karantén helyzet előtt született meg, és ugye az első világvége, amit együtt töltöttünk, megjelent a karantén alatt vagy vége felé, úgyhogy még egyszer ugyanezt a témát majd körüljárhatjuk, kicsit másmilyen azért a dolog. Tehát Selyem Zsuzsáról fogunk beszélgetni január végén, és reméljük, hogy egyszer majd az írókboltjába is visszakerülünk. Köszönöm szépen a beszélgetést, azoknak pedig, akik végignéztek minket, köszönöm a türelmet. Köszönöm, köszönjük. Viszontlátásra.